Sziasztok! Üdvözlet! Csütörtök van. Szerkeztem az előző napi, két nappal ezelőtti videót, de az igazság, hogy nagyon nem tetszett a hang, tiszta szél és zaj. Nem tudom milyen zaj, rohadtul hangos volt. Úgyhogy újra szivacsoztam megint, de most kerestem régi bukó szivacsot, találtam, és abból visszavágtam ugyanúgy egy darabot, mert ez eddig bevált. Eddig az volt a legjobb. Csak elkopott a legrégebbi. Remélem, hogy most jobb a felvétel, majd kiderül, ha látom, hallom. 11 előtt vagyunk bőszen. Szerintem olyan 35 körül vagyok. Mindjárt mondom. 42, akkor tévedtem. De azért 11 előtt beérek. Remélem, a sok rendelés lesz. Csütörtök javán. Majd kiderül. Minden majd kiderül. Nem sokára leellenőrzöm wifi segítségével a felvételt, hogy most is olyan zajos, hangos és szeles, vagy most jobb-e. Na úgy néz ki, hogy sikerült, jobb a hang. Figyeljétek! Sziasztok! Üdvözlet! Csütörtök van! Még nincs. Cím? Mi nem is írt ki semmit, csak címre várok van. Nem sokára érkezik, hamarosan érkezik, duma nincs sajnos még. Ó, oda nézzetek, mit találtam, most jött elő, nem én csináltam, esküszöm. Nézzük, lát a GPS. Igen, lát. Akkor jó. Szívesen. Ím, ami a Zingburger. Kálvin. Úgyhogy most oda tartok, ha zöld lesz. És 11:17 van. Hát egy negyed órát kellett várni durván. Az első cím megvan. 7 percen van odaérni az Ipar utcába. Mégpedig van az Ipar utca 2 alba. Vagyis kimegyek végig a Rádain, Lónyainál elfordulok, lemegyek az aluljáról, föl az aluljáról, felül. És akkor úgy, az lesz a legjobb. Szerintem legalábbis. Most remélem jók a hangok. Jaj, olyan jó szerelőtársakkal beszélgetni. Ogre bike, ugyebár. Nagyon kedveljük egymást. Szia! Megvan az első. Nagyon szép az idő. Eltettem a szemüveget, mert elkezdett behomályosodni. Sajnos, több címem még nincs. Ez van, majd lesz. Ez volt az első cím. Ó, kaptam még egy címet. Na, mi ez? Eleke, városkapu. Na, ez itt is van. 2 percre sincs, illetve 1 percre sincs. Akkor megvan a második címem. Igen, 750-et kerestem eddig. Ó, már megint meghűlt. Bocsánat, kamera, de mi van veled? Ezt a fiét. Na, álljál föl. Gyerünk, álljál föl. Ügyes vagy. Na tehát Vaskapu utca. Eleke. Oda megyek. Ha épp ki tudok menni. Most ki fogok tudni. Megyek én is a járdába. Csak én nem biciklizni, hanem csak ide gurulni. Nem értem, hogy miért nem az úttesten mennek, ha addig az iparba ott tudtak menni. Nekik nem ez a célpontjuk. Még várom kell 6 percet, úgyhogy még van egy kis idő. Ez a második cím, és ez a Bókai János utcában megy. Király. Megint levettek rólam feladatokat. Jó lenne, ha kapnék egyet útközben, nem hiszem. Bele akarta rakni az 5 dobozt egy szatyorba. Bele se fért volna a táskába, nem hogy elvinni el tudtam volna úgy. És szóltam, hogy létszik 2 darab.
Amúgy se értem, hogy miért nájlont hatyorozik a nájlon doboz mellett. Az biztos, ha majd lesz a jövőben miről, mire vált Feli. Lesz egy kis dögöd van. Akkor a Hero 9, vagy addigra már a Hero 10, nem tudom, mi lesz a következő, lesz a kamerám. Bár nagyban gondolkozom a DJI Osmo Action-en, de az igazság, hogy annyira nem. Hírós párti vagyok. Szeretem a színeit. De nem zárok ki semmit. Majd kiderül. Mindenkinek vannak favoritjai. Vlogkamerát viszont szívesen vennék majd. Csak nem ilyen 1 millió forintosakat. Azért az irreleváns. Úgy sem használnám ki. Megjöttem, megint a kórház. Megyek, szerzek valami lipót itt, mert ez tűrhetetlenül low budget. Legalább vegyek valamit. Ennek így körülbelül semmi értelme. 1 óra 1500 forint. Köszönöm. Majd a következő óra. Hajrá! Azt azért hozzáteszem, hogy nagyon jó idő van, tök jó bringázgatni. Most kellett volna hegyre menni. Megjött a harmadik címem, persze, hogy a Lipótiban. Na, itt 20 forint a olcsóbb. Itt nem 2,95, vagy 2,75. Megérte átjönni. A 40 forintot spóroltam. A következő címem az pedig a Vokzila. A Rádaiban. Ott is rég voltam. Amúgy a gimbal abba hagyta a hülyéskedést, nem is meséltem, mostában nem fordul, második napja talán. Itt is vagyok. Sziasztok! Ez is megvan. Megyek a Tűzoltó utca 71-be. Ez akkor Rádai Bakács, Tompa, Balázs Béla, Márton. Egy beleg lesz. Tehát Balázs Béla, újra mondom, tehát Rádai, Bakács, Tompa, Balázs Béla, Márton egy vele lesz. 11 percen van oda, igen, jól láttam. Most találtam, megint. Tetszik. Van még. Úgy látszik, tavaszon. Ha mondom. Éppen, hogy itt lesz jobb oldalon. Tehát járrázni kell egy pár métert. Nem sokat. Szia, kutyus! Jó fej. Ennyi. Itt a 71 kapuja. Ez. Megjöttem. Hú. Csengergessek is. Ez a B lépcsőház. Jaj, de szerettem! És hol van az A? Jó napot! Tehát csak a kereket ide. Így. Köszönöm! Menjünk. Mi van már? Magától nem tudsz bácsuk oldni, fia? Hát leadtam a harmadik címemet, fél egykor. Nem túl meggyőző a mai normál időszak. És vissza a városba, a belső részén. Hát, ha címet is kapok, kezdem unni a banánt. És ilyenkor szoktam ugye hazamenni.
nem tudjátok nekem megmagyarázni, miért kell tolatva beállni. Egyszerűen nem tudom fölfogni. Miért nem lehet bemenni orral, visszamenni és kész vagy? Nem értem. Mert ha nem fértek be, eltököltök vele, megértem, de ha befértek, akkor miért? Tol a szél. Jaj, de jó. Itt a negyedik szín, Pizza Hut Ferenc körül, mínusz egy perces szín. Ez milyen? Ha! Most kaptam meg, de mínusz egy perces kész van. Meg is jöttem, de ezt hogy? Nem is értem. Sziasztok! A 68-ba. Tompa utca felé jövök, mert a Violáig érdemes így elmenni, ne kelljen a Mesterig bemenni. Csak a Violán ki. És új, gyorsabb lesz. Nyolc. Az ez. Másik címem nincs. Vigyáztak a biciklimre legalább addig. Ez volt a negyedik címem. 12:46-kor. Elunom magam. Bicskélek visszafelé. Srácok, az egész éjjel feltöltött akkumulátor a Vartától lemerült, úgyhogy lehet, hogy nem tudta feltölteni a kábelt, csak nem vettem észre. Úgyhogy a kamerát sem tudtam most feltölteni. Sajnos. Ezért elmondom most telefonon, hogy itt voltam az Orientál bárban rádén, és innen viszem a Verespálni utcába a következő címemet, ami a 5. Hát, sziasztok srácok, elköszönök. 6 címem volt, nem beszélek róla. Ez egy gyönyörű nap volt, rengeteget beszélgettem, ennyi. Sajnálom. Köszönöm szépen, találkozunk legközelebb. Nézzetek, ha néztetek eddig is, akkor köszönöm, iratkozzatok fel, Zolót ne felejtsétek el zolózni. És találkozunk legközelebb. Ne felejtsetek el szólni utastársaitoknak is, jó? Sziasztok!